estét kívánok, köszöntöm a hajrá nézőit! Sikeres volt az év első külföldi túrája a debreceni fiatalok számára. Az olasz focisuli és a DVSC korosztályos együttesei érmekkel és élményekkel tértek haza Olaszországból. A tapasztalatokról és a jövőbeli tervekről Hegedűs Gáborral beszélgetek. Szervusz, köszöntelek a műsorban! Üdvözlöm a nézőket és téged is! Na hát Gabi, bár ugye hál' Istennek nekünk is szerencség volt egy kollégámmal elkísérni titeket Olaszországba az elmúlt két és fél héttel ezelőtt, és hát nem csak nekünk, de gondolom azért az ott játszó fiataloknak is hatalmas élmény volt ez a túra. Ugye voltak az olasz focisok Szicíliában, a nagyobbak a DVSC-nél, Velence mellett, illetve Rómában. Néhány szóban picit mennyire voltál elégedett? Kezdjük a nagyobbakkal, az U15-ösökkel, ugye ők a Láció kupán vettek részt, és hát egészen a döntőig meneteltek. Két nagyobb korosztály volt, igen, a Láció kupán vett részt két korosztályunk, illetve közben Velence mellett is volt egy korosztály, tehát gyakorlatilag három nagyobb korosztály vett részt ezen a tornán. Én azt hiszem, hogy az eredménnyel egyrészt a helyezéssel is elégedettek lehettek, hiszen mindegyik csapatot végzett az elején. Másrészt bizony megmérettették magukat nagyobb korosztályú csapatokkal is. Többek között csak mondok olyat, hogy tartományi válogatottal játszhattak, vagy játszottak, volt olyan korosztály, amelyik az Udinével játszott. Tehát igazán az elit labdarúgást megismerhették. Természetesen ezek az utakba, amikor ott vagyunk, akkor a szakmai rész az nagyon sokat számít, az, hogy egymás után hogy teljesítenek a srácok, hogy bírják ezt a stresszt, ezeket a terheléseket egymás után, mert ugye itt végül nem egy edzés van, ami után egy napot pihennek, hanem itt délelőtt, délután folyamatosan mentek a mérkőzések, pláne az, hogy több napon keresztül, és igazán valahol ilyenkor jön ki a srácoknál, hogy ki az, aki terhelhető, ki az, aki mentálisan felfogható, meg egyáltalán az összehasonlítás az edzők számára is nagyon fontos lehet. Ezek alapján, amiket láttál, elégedett voltál? Elégedett vagyok. Én annak örülök egyébként, hogyha kipróbálják magukat. Az eredmények azok magukért beszélnek. Két döntős volt a csoportban, volt egy elődöntőbe játszó csapat, mindenképp azt kell, hogy mondjam, a kicsiknél az olasz focisulisok, azok egy harmadik és egy negyedik helyet szereztek, tehát azt lehet mondani, hogy azért külföldön ilyen eredményt elérni, és ezek a csapatok játszottak, a kicsik is a Lációval vagy a Rómával játszottak, vagy másodosztályú kluboknak az utánpótlás csapataival, megmérettetés, ez az egésznek a lényege, hogy lássuk, hogy kivel, melyik csapattal, hogy foglalkozunk, ki érdemel több figyelmet, hogy még jobban azért a labdarúgás az meghatározó lehet az életében. Picit beszélj már a szicíliaiakról, ugye ott voltak az U9-es csapata az olasz focisulinak, és ugye őket kísértük el mi is. Hát így a tapasztalatok alapján azért, ahogy kiemeltette is, akár egy Rómával, akár egy Milán partner egyesületével, akár egy Atalantával felvették a fiatalok a kesztyűt, a versenyt, és hát jó volt látni azt, hogy kiskoruk ellenére nagyon szervezetten játszanak. Ez nálatok egyébként egyfajta cél is, hogy tényleg tudatosan játszanak már egészen fiatal koruktól ezek a fiatal tehetségek? Ugye minden egyesületnek azért általában van egy filozófiája, és az nem úgy van, hogy a felnőtt korban építjük be a filozófiát. Mi elkezdünk egy képzési rendszert legalul, de az nagyon hasonlít a fentebbi korosztályokra. Ez azt jelenti, hogy hasonló rendszerben dolgozunk, csak nagyobb pályán, nagyobb létszámmal, nagyobb megterheléssel csináljuk, de az egésznek az alapja az egy helyről indul el. Annak idején Mourinho mondta azt, hogy ki hasonlít kire, a kicsi a nagyra, vagy a nagyra a kicsire, és bizony számít az, hogy a kicsi mit lát a felnőtt csapatánál, illetve hogy a nagy is látja azt, hogy ugyanabba készülnek, tehát bármikor bedobható egy 17 éves is, mert nem egy másfajta filozófia alapján készíti fel a gyerekeket. De itt megemlítve, itt az előbb az Atalanta vagy a Milán, ezek nem a közvetlen Milán és Atalantának a csapata, ezek a fiók csapatai. Mondhatjuk azt, ahogy mi most a DVSC-nek vagyunk egy fiók csapata,
és a mezőnkön az emblémánk, a mi emblémánk mellett ott van a DVSZ emblémiája, és mint partneregyesület, és szakmai kapcsolatban állunk egymással, ez ugyanúgy megvan. Szicíliában minden nagy egyesületnek, Juventusnak, Atalantának, Milánnak egyetlen egy fiók csapata, tehát nem olyan, hogy 10 jelentkezik, hanem ők választják ki. Tehát amikor mi győztünk a Milán, illetve az Atalanta ellen, az nem azt jelenti, hogy az első a Milánóból jöttek, hanem pontosan arról, hogy az ott kihelyezett gyerekek, vagy az ott szigeten levő gyerekekkel játszottunk. De a Láció például, bocsánat, a Róma, akivel játszottunk, azok ugyanúgy repülővel érkeztek velünk, és ők az eredeti római csapat volt. És döntetlen lett a vége, ha jól emlékszem. Közben a kedves nézők is láthatják itt a bejátszókat, ugye azért, és hát látjuk, hogy nem csak meccsek, hanem voltak városnézések is. Ez mindig a program része szokott lenni. Ebből az oldalból megközelítve, mekkora élmény, mekkora visszacsatolásokat kaptál, hogy milyen élményekkel, emlékekkel gazdagodtak a fiatalok. Ugye voltunk Csefaluba, Taorminában, voltak Velencében, Rómában, tehát azért egy egész kis komplett utazás volt, ez nem csak a sport terén. A visszajelzés valahol onnan veszem, hogy elolvastam azokat a kis dolgozatokat, mert ilyenkor a gyerekek most ott például dolgozatot kellett nekik írni, idézőjelben dolgozatot, inkább beszámolót, hogy érezték magukat, mit láttak. Na most ez egy 8-9 éves gyereknek azért még nem könnyű, biztos a szülők is kihúzták belőlük a rapofogóval. De végül is ez a jövőképet jelenti, hogy nekik meg kell nyilatkozni kell, meg kell nyílniuk, és ezek a gyerekek be is, hát a filmeken, illetve ott a helyszínen láthattuk, hogy micsoda örömmel vették, és azért olyan helyeken voltunk, olyan történelmi helyeken voltunk, amelyre valahol ritkán jutnak el magyar turisták, a nagyobb városokba jutnak el. Itt viszont tényleg azt lehet mondani, hogy Teorminába eljutni, Csefaluba eljutni, azért azt hiszem, hogy 100%-ig elégedett lehetett mind a gyerekek, mint az őket elkísérő szülők. És hát ugye hamarosan ismételten útra keltek, ha nem tévesek az információm, akkor holnap már indultak is a következő tornára. Mit kell tudni picit itt a közeljövőről? A következő torna, holnap indulunk, igen, Verona mellé, a Gardatóhoz. Ez egy fiatal torna, egy 6 évvel ezelőtt egy kollégámmal kezdtük el szervezni. Akkor egyszerűbb csapatok voltak, ma már az olasz első osztályú csapatok nagy része, illetve a profi kluboknak első másodosztály, sőt, nem csak mi utazunk erre a tornára, hanem a DVSC Akadémia is jön, sőt, érkezik még ezen kívül a Szoboszlai Papa, a Szoboszlai futballistánknak a kis egyesülete Fehérvárról, vagy érkezik a Mészői Focisuli, vagy hozzuk az Ausztria Wien, tehát az olaszok mellé ilyen nagyobb nevek is bekerültek. Illetve aki ezt a tornát megnyeri, és végül is arra 2 hét múlva utazunk, arra egy kis válogatott fog elmenni. Ezekből a csapatokból állítunk össze egy csapatot, mert ott már a Paris Saint-Germain, a Manchester City, Manchester United, Bayern München ellen már bizony látva az előző éveknek a színvonalát, fel kell kötni a gatyát. Hát akkor ehhez is kívánunk sok sikert, nyilván azért jó az hallani, hogy nem lesznek unalmasak a következő hetek. Természetesen várunk itt a folytatásban is, és köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönjük, találkozzunk a jövő héten is a viszontlátásra.